Szeretnék most az ige alapján veletek együtt átgondolni, ami részben folytatása lesz az előző hetinek. De múlt alkalommal a Krisztusban való felnőttségről volt szó, hogy hogyan érhetjük el az érett férfiúságot, a Krisztus teljességét. És láthattuk azt, hogy mennyi hátránya van a gyermeki kornak, amikor valaki könnyen befolyásolható, hiszékeny, megbotránkozik esetleg, és hát elgyengül bizonyos helyzetekben, gyámolításra szorul, stb. Tehát ezekre mondja azt az ige, hogy ezeken változtatnunk kell, illetve hát növekednünk folyamatosan, és fejlődnünk egészen odáig, hogy mi tudjunk nem csak magunkra, hanem másokra is gondot viselni. Most viszont arra az oldalra szeretnék utalni, amit szintén kiemel az ige, hogy miben kell viszont megőriznünk a gyermekségünket. Olvassuk el az igét Máté evangélium a 18. fejezetéből, és ott az első 4 verset. Máté 18. fejezetének az első 4 versét. Ezt találjuk itt az igében, tehát Máté 18. első 4 vers. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz, mondván: vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? Előhíván Jézus egy kisgyermeket közéjük állította azt, és mondta: bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában. Ugye hát ez egy elég jól ismert ige szakasz, hiszen ugye tudjuk, hogy a tanítványok hozzánk hasonlóan küzdöttek ezzel az emberi gyengeséggel, hogy versenytek egymással. Itt is ezzel jönnek Jézushoz, hogy ki a nagyobb, és
hogy mondjam, olyan szépen csomagolják azért ezt a kérdést, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Ebben már nem lehet semmi rossz, ugye? Tehát gondolták, hogy Jézusnak ilyen kérdést azért föltehetnek, hogy ők nem ezen a földön akarnak nagyok lenni, hanem az Isten országában. János és Jakab is ugye ott akartak volna nagyok lenni, hiszen Jézusnak a jobb és bal keze felül szerettek volna lenni, és ők is úgy gondolták, hogy ez a legnagyobb jó, amit ők kérhetnek, és Jézus mégis megfedte őket. Hát itt is megfedte a tanítványokat, és nyilvánvaló, hogy miért. Tehát bennünk is lehet talán ilyen lelkület azért egy időként, hogy hát azért ugye ebben mégiscsak, mondjam, úgy kitűnhetünk, vagy többek, vagy nagyobbak lehetünk, nem? Hogy jobban ismerjük a Bibliát, mint többiek, vagy többet imádkozunk, vagy szebben, vagy hát mi azért hűségesebben járunk gyülekezetben, vagy ezt sorolhatnánk, nem? Hogy miben lehetnénk mi többek, jobbak másoknál, de erre a lelkületre mégis, mit mondott Jézus, azt mondta, hogy be se mehettek az Isten országába. Tehát nem, hogy ott nagyobbak, vagy kisebbek lehetnétek. Tehát ugye így folytatódik itt az ige, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Ezt mondja, kár ezen gondolkodni, ki a nagyobb. Mert így ilyen lelkülettel nem lehet bejutni Isten országában, ugyanis Isten országában ilyen nem lesz, ugye? Pedig sokan ugye ezt így elképzelik, és bocsánat, újra csak ugye témánál vagyunk, egy kicsit az unokámra hivatkoznék. Ő most már több egyszer mondta, pedig úgy próbáltam megértetni vele, hogy ez nem így működik ott. Imádkoztam azért, hogy elsők legyünk majd az Újföldön. És most újra mondta, hogy hát első, szeretném, ha elsők lennénk. Hát nem lesznek elsők, meg utolsók. Itt vannak, de hát nem ott mindenki egyszerre fog oda jutni. És azt mondja a Biblia, hogy aki győz örökségül mindent, hát ha mindent, akkor ott nem lehet ilyen különbségtétel. Hát ugye az, hogy egy gyerek ezt nehezen érti meg, az egy dolog, de sajnos mi is sokszor nehezen értjük meg, nem? Hogy elsők lenni majd. Hát ha nem itt, akkor ott legyünk elsők. Hát erre válaszolt Jézus, és ugye éppen itt is egy kisgyermeket állított eléjük, és mire tart a gyermeknek milyen magatartására? És ugye nyilván nem mindenre, mert ugye múlt alkalommal láthattuk, hogy nem mindenben kell olyanoknak lenni, mint a gyermekek. De azt mondja Jézus, hogy aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát majd itt fogunk még látni néhány igét, hogy mi az, amit az ige kiemel, hogy miben kell, hogy gyermekek maradjunk, és miben kell, hogy felnőttek legyünk. Tehát ezek szerint a gyermeki alázatot meg kell, hogy őrizze az ember, így felnőtt korban is. Mit jelent ez az alázat? Tehát, hogy például taníthatók legyünk, nem? Tehát nem mondjuk azt, hogy én már mindent tudok. Már bocsánat, de én unokám már eddig is eljutott. Én nem akarok tanulni, én már mindent tudok, én már csak felejteni szeretnék. Na, hát lehet, hogy mi is így gondolkodunk, hogy én már mindent tudok. Tehát a gyermeki lelkület, a gyermeki alázat az azt is jelenti, hogy tanítható, hogy elfogadja azt, hogy nem tud mindent, tehát, hogy, és nem is képes mindenre, de meg akarja tanulni, el akarja sajátítani azokat a képességeket. Tehát nekünk is a szüntelen fejlődéshez, növekedéshez szükséges ez az alázat, mert ha nincs meg, akkor igen, akkor vagyunk a lombicai állapotban, én már gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Tehát itt pont ez az alázat hiányzik, hogy tehát igen, szükségem van. Szükségem van még az isteni nevelésre, útmutatásra, szükségem van arra, hogy ő folyamatosan tanítson engem. Ezen kívül, hogy ez az alázat miért szükséges még? Tehát elfogadni azt, hogy Isten jobban tudja, mint én, hogy nekem mire van szükségem. Tehát például az imádsághoz is szükséges alázat.
gondoljunk itt a farizeus és vámszedő imájára. És ugye a farizeus is imádkozott, és ráadásul még hálát is adott Istennek. Nem? Ez egy nagyon szép vonás, hogyha valaki nem felejt el hálát adni. De miért is adott hálát? Hát azért, hogy ő milyen jó. Nem? Hogy ő már milyen rendes ember, és milyen jó hívő, és hogy tulajdonképpen tényleg nincs is szüksége semmire. Tehát akkor mi hiányzott őnála? Tényleg őnála is ez az alázat, hogy ő kérjen valamit Istentől. Hát végül is őnála minden rendben van. A vámszedő viszont, nagyon is jól tudta, hogy rászorul Isten kegyelmére. Légy irgalmas néked bűnösnek. Tehát alázat kell ahhoz is, hogy tudjunk imádkozni. Úgy imádkozni, hogy Isten meg is hallgasson bennünket. Úgy imádkozni, hogy Isten tudjon válaszolni a mi imáinkra, és ne úgy imádkozzunk, hogy Istenem, köszönöm, nekem mindenem megvan, nincs szükségem tulajdonképpen semmire, mert minden rendben van az életemben. Alázatra van szükség ahhoz is, hogy egymáshoz helyes módon viszonyuljunk. Tehát ne úgy, olyan módon, mint a farizeus, olyan lenéző módon, hogy és nem vagyok olyan, mint egyebek, ugye? Mint ez a vámszedő is itt. Ugye ez a büszke farizeusi magatartás, amikor mindenkinél és mindennél többnek és jobbnak érzi magát az ember. Tehát ehhez is szükség van alázatra, hogy egymást különbnek tarthassuk saját magunknál. Ugye Pál apostol ír erről, hogy ez a krisztusi lelkület. Aztán még szeretnék néhány más igére is utalni, a gyermeki hitre, a gyermeki lelkületre vonatkozóan. Efézusi levél 5. fejezetének az első versében olvassuk a következőket. Egyetek vannak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. A másik ige is szól erről, János első levelében, most erre csak egy szóval utalnék, ott is azt mondja, hogy most Isten gyermekei vagyunk, és hogy hozzá hasonlóak leszünk. Ugye ez a cél, hogy hozzá hasonlóká váljunk. Tehát egy gyermek a szülőt követi, ugye? Jó esetben, hogyha követendő a szülő példája. A gyermek arra vágyik, hogy a szülőhöz hasonló legyen, utánozza, lemásolja a szülői magatartást. Ha az a magatartás éppen helytelen, sajnos azt is lemásolja a szülő. Tehát ugye sokszor éppen a gyerek a tükör, ugye? A gyerek magatartásában látni lehet, hogy mi van otthon, hogy milyenek a szülők, mit hozott otthonról. És hogyha mi az Isten gyermekei vagyunk, akkor ez látszik-e rajtunk. Tehát itt is át kellett gondolnunk, hogy tényleg ilyen gyermeki lelkülettel kapcsolódunk-e mi Istenhez, hogy igen, őt akarom követni, igen, hozzá méltó akarok lenni, nem akarok rá szégyent hozni, és azt szeretném, hogyha egyre inkább az ő jelleme mutatkozna meg az életemben. Ehhez kapcsolódik a következő ige is Péter apostol első leveléből, az első fejezet 14.-15. verse. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Ja, lényegében ugyanezt fogalmazza meg más szavakkal Péter apostol, hát ezt mondja, mint engedelmes gyermekek. Hát napjainkban sajnos azt mondhatjuk, hogy kevés az engedelmes gyermek, nem? Tehát úgy általában is a gyerekek között, de a hívő emberek között is kevés az engedelmes gyermek. És gondoljunk saját magunkra is, mennyire vagyunk mi engedelmes gyermekei Istennek. Hogyha ő kér valamit, ha ő mond valamit nekünk, akkor azt mondjuk el, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád,
és hogy ezt kedvelem, hogy cselekedjem a te akaratodat, ugye, ahogy a Jézusról egy messiási jövendőlés mondja, vagy pedig úgy húzódozunk, hogy jobb minél kevesebbet tudni az Isten akaratából, mert akkor nagyobb lesz a felelősségünk, és akkor még azt is meg kell tennünk. Tehát, mint engedelmes gyermekek, vágyunk-e arra, hogy igen, amit ő mond, azt készséggel teljesítsük. Szeretnék néhány gondolatot idézni. Egy gyűjtemény, az lényegében az Értelem, Jellem, Egyéniség címmel jelent meg. A következőket olvasnám. Ha nem akarjuk, hogy a Szentírás ködös legyen előttünk, hogy még a legegyszerűbb igazságokat sem értjük teljesen, akkor tegyünk szert gyermeki egyszerűségre és hitre, tanítható lelkületre. Kérjük a Szentlélek segítségét. Isten hatalmának és bölcsességének tudata, tehetetlenségünk belátása, mivel képtelenek vagyunk felfogni a mindenható nagyságát, késztessen minket alázatra. Mikor megkérdezzük, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Bűnös önbizalmunkat, függetlenségünket, önfejűségünket kicseréli gyermeki, engedelmes, tanítható lelkületre. Mikor a helyes kapcsolatban állunk Istennel, elismerjük Krisztus felsőbbségét, hogy irányt nyitson bennünket, és igényt tartson feltétlen engedelmességünkre. Tehát gyermeki egyszerűség, hit, tanítható lelkület, ez az első feltétel, ahhoz, hogy egyáltalán megértsük az igéből, kicsoda az Isten és mi az ő akarata, hogyha elfogadjuk azt, hogy az ő bölcsessége végtelen, és mi valóban nem érthetjük meg ilyen földies gondolkodással, szükségünk van az ő segítségére, hogy megértsük az igét. És ezen kívül, hogyha azt kérdezzük tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. Tehát nem csak úgy olvassuk, hogy többet tudjunk, és tudjuk kitoktatni esetleg mások előtt, hanem hogy az ő akaratát megértsük saját életünkre nézve. És ez egy nagyon bátorító mondat itt, hogy Isten az, aki kicseréli az bűnös önbizalmunkat, önfejűségünket gyermeki, engedelmes, tanítható lelkületre. Akkor, hogyha ez a hozzáállásunk, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Isten az, aki segít bennünket, hogy újra gyermekké legyünk. És különben, ha őszintén magunkba tekintünk, nem szeretnénk mi újra gyermekek lenni? Már nem olyan vonatkozásban, hogy a kisebb a felelősségünk, meg stb., hanem úgy gyermeket lenni, hogy úgy olyan teljes hittel, bizalommal fordulni Istenhez. Úgy oda bújni hozzá, mondjuk az imádságban. Tehát nem csak úgy mondani, hogy most ez és ez a kívánságom, kérdésem, különben nézzük meg, hogy azért szülők is, amikor ugye a gyerekeik jönnek hozzájuk, hogy fogadják azt, hogyha a gyerek csak azért jön, hogy elmondja, amit akar. Aztán utána jobb, ha nem vagy jelen az életében. Mennyivel más az, hogyha a gyerek oda jön, oda simul a szülőhöz, vagy oda jön az ölébe, azt mondja, hogy hiányoztál, hogy igenis, hogy szeretlek, stb. És az az őszinte szeretet és kapcsolat jön létre. Tehát amikor nem csak az ajándékai kellenek, hanem az ő jelenléte. És azt is gondoljuk át, hogy milyen is az Istenhez, mint mennyei atyánkhoz való viszonyunk. Hogy az ő jelenlétére van szükségünk, vagy pedig arra, amit ad. És ha ad, akkor jó, ha nem ad, hát akkor azért úgy nem vagyunk nagyon jóban vele, vagy nem megyünk hozzá olyan gyakran. Tehát ilyenek vagyunk, vagy pedig tényleg az Isten jelenléte az, ami után vágyunk. Nézzük meg Dávid zsoltárait. Ugye hány és hány esetben olvasunk, ezek imádságok, ezek a zsoltárok, és olvasunk arról, hogy mely igen jó nékem, ki az Isten jelenléte. Hogy szívem utánad vágyott éjszaka, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik a lelkem hozzád. Istenem, a te kegyelmed jobb az életnél. De
nagyon sok ilyen kijelentést olvashatunk a Zsoltárokban, amikor ez derül ki, hogy Dávid valóban az Isten jelenléte után vágyott. Ő neki nem csak az Isten ajándékai kellettek, sőt, egy esetben ki is mondja, amikor a világ fiairól beszél, hogy Isten mindennel ellátja őket, és utána azt mondja, hogy ez az ő részük az életben. Szinte azt mondja, hogy nem irigylem őket. Én megelégszem a te áprázatoddal, a te jelenléteddel, amikor felserkenek. Nekem elég az, hogyha te velem vagy. Nem tudom, hogy mennyire tapasztaljuk ezt a lelkületet a saját hitéletünkben. Tényleg ilyen-e a mi mennyei atyánkkal való kapcsolatunk? Hogy szeretjük úgy, mint atyánkat, hogy az ő jelenléte a fontos, nem az, amit ad, azt rábízunk. Hogyha ő jónak látja, akkor adja, ha nem arra van szükségünk, akkor elfogadjuk, de elsősorban ő utána vágyakozunk-e. Azután ugye a gyermeki egyszerűségre szeretnék még utalni, illetve arra, hogy mennyire nem befolyásolja a gyerekeket az, hogy ki látja, ki hallja őket, hogy mi lesz a következménye annak, amit ők tesznek vagy mondanak. Tehát, hogy mondjam, ők azért annyira nem agyalnak azon, hogy most ők hogyan nyilvánuljanak meg, hanem olyan spontán módon teszik. Hadd utaljak egy ilyen esetre. Templomban ment Jézus, ugye ott voltak bizonyos események, megtisztított a templomot, utána pedig gyógyított, aztán jöttek hozzá a gyerekek, és Jézus megáldotta őket, és aztán ilyet olvasunk az igében, hogy a gyerekek kiáltoztak a templomban. Hát azért ez elég rendetlen viselkedés, nem? És azt kiáltozták, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Na, jöttek a zsidó vezetők, és azt mondták Jézusnak, hogy hallod, mit mondanak? Így hallom. Nem, most miért nem hallgattatod el őket? Hát egyrészt a templomban kiabálni nem illik, nem? Tehát ez egy dolog, hogy ezek a gyerekek itt rendetlenkednek. De hát ráadásul, ezt kiabálják, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Hát ugye a Dávid fia, ugye ez a messiási kifejezés. Tehát, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen mit mondtak ki, hogy Jézus a messiás. Most Jézus tanítványai se olyan nagyon merték ezt hangoztatni, ugye? Jó néhány esetet láthatunk az evangéliumokban, hogy jó, hát hogy hittek benne, néha hittek, néha nem, tehát sajnos így voltak még vele. Nagyon nehezen merték ezt kimondani, hogy Jézus kihúzta belőlük, tehát rákérdezett, hogy ti kinek mondotok engem. Akkor Jézusnak elmondták, hogy azért te vagy a Krisztus, az Istennek fia. De merték volna ott a templomban, mások előtt ezt így hangoztatni? Hogy ő a messiás, ő a Dávid fia. Gyerekeknek nem volt ilyen problémájuk. Ők ezt nagy hangon mondták. És pünkösd után már Péternek, meg a többi tanítványnak se volt ilyen problémája, hogy ezt elrejtse, hanem a magas tanács előtt így nyugodtan a szemükben elmondták, hogy igen, ő az, és őt a ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek, de feltámadt. Tehát amikor valaki nem azon agya, hogy ja, most, hogyha ezt én mondom, akkor mi lesz abból, és ja, jobb, ha inkább hallgatok. Hányszor hallgatjuk mi el az evangélium örömüzenetét ilyen okokból? Ó, hát mit szól hozzá meg? Ó, őt biztos nem is érdekli. Hát nem, ez az ember, ez ennek hiába is mondom. Itt meg ez túl feltűnő lenne, itt meg szóval nem illik, hogy nem. De a gyerekeknek nincsenek ilyen akályaik, nincsenek. Ők mondták azt, amit hittek, amit gondoltak, és mit mondott erre Jézus? Azt mondja, hallom, mit mondanak, sohasem olvastátok-e, hogy gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? Tehát, hogyha a felnőttek hallgatnak, akkor a gyerekek szólnak meg. Különben volt ilyen időszak a történelemben is, amikor ugye Észak és Skandináv országokban a protestáns lelkészeket betiltották tulajdonképpen, nem prédikálhattak. És elkezdtek a gyerekek prédikálni. Gyerek prédikátorok voltak. 5 éves kisfiú. Fölállították az asztalra,
és ő prédikált. És ugye őt nem lehetett megbüntetni, tehát egy kisgyereket nem büntethették meg. És sokkal nagyobb hatással volt az emberekre, és ott éltek meg százak, amikor gyerekek prédikáltak, és hívták ugye felnőtt embereket hívták megtérésre. Aztán még egy evangéliumi történetre utalnék. Ez úgy, hogy mondjam, nem központi kérdés a Bibliában, illetve sokszor fel se tűnik, de mégis azért, hogy gondolkodjunk el rajta. Ugye ott volt az a nagy sokasság, az 5000 ember, és mondták a tanítványok, hogy bocsásd el őket, mert nincs mit enniük, és akkor Jézus azt mondta, hogy adjatok nekik ti enni. És akkor azt mondja az egyik tanítvány, hogy van itt egy kisgyermek, akinek van 5 kenyere és 2 hala, de mi az enyének? Na ez az, ami úgy eléggé elgondolkodtató, nem? Honnan tudta ez a tanítvány, hogy van ennek a kisgyereknek ennyi? Honnan tudta, hogy kisgyerek szólt? Hát biztos vagyok benne, hogy amikor ezt a beszélgetést hallotta ez a kisgyerek, akkor azt mondta, hogy nekem van. Nem? Tehát ez a gyermeki hozzáállás, nem? És milyen a felnőtt hozzáállás, hogy mi az ennyinek? Ez a felnőtt hozzáállás, ugye? A gyermeki pedig az, hogy itt van. És ő nem gondolkodott azon, hogy ja, ez csak ennyi. és hogy milyen sokan vannak. Ő ezen nem gondolkodott. Ő azt mondta, hogy itt van. És Jézus ezzel tudott mit kezdeni. És én nem vagyok benne biztos, hogy nem volt egy-két embernél még ugye eldugva egy-egy kenyérke. Csak senkinek nem jutott volna eszébe, hogy ó, hát ugyan már. Most ebből ennyi embernek. Igen, tehát ezt a tanítványok elmondták ugye sokféleképpen, hogy ugyan már, hát mennyi pénz kellene hozzá. Menjünk el most vásárolni. Tehát ez a felnőtt gondolkodás, hogy akkor pénz kell elindulni a városokba, bevásárolni, de még azzal se tudnák megoldani ezt a problémát, nem? A gyerek azt mondta, hogy itt van. A többit rábízta Jézusra, nem? És minden jó, hogy rábízta, mert Jézus azt mondta, hogy akkor hozzátok ide hozzám, és ezzel az 5 kenyérrel és 2 hallal lakadta jól az 5000 embert, nem? Na, tehát itt is egy gyermeki hozzáállás. Én mit mondanám, hogy ez milyen? Manapság. Manapság milyen? Naív. Hát ez nagyon naív. Sőt, hát... Szóval hogy lehet valaki ilyen meggondolatlan, meg hát egyáltalán, hogy gondolhat ilyet, hogy ezzel bármit is lehetne kezdeni? Pedig hát erről van szó, hogy Isten azzal tud valamit kezdeni, amik van, nem? És az kicsi, az kevés, ő neki az nem probléma. Na, tehát ilyen a gyermeki hozzáállás, és ez az, amire azt mondja Jézus, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, akkor semmiképpen nem juthatok be mennyek országába. Mi mindig variálunk, mérlegelünk, átgondoljuk, és azt mondjuk a végén, hogy nem megy. Ez lehetetlen. Nem? Különben, igen, felnőtt embereknél is előfordult mindkettő, tehát mondjuk gondoljunk Péterre, amikor a vízen jár. Tehát amikor azt mondta Jézusnak, hogy Uram, ha te vagy, akkor add, hogy parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Na hát ez egy gyermeki kérés volt, nem? Gondolom a többi tanítvány is így volt, mert hát azért Péter, hát most ne vettes ki magad. De hát, hogy lehet ilyet kérni egyáltalán, nem? Péter akkor gyermek volt, nem? Gyermek volt. Amikor kilépett a hajóból, gyermek volt, mert ő ezt elhitte, gyermeki módon elhitte. És mikor vált felnőtté? Akkor körülnézett. Elkezdte mérlegelni, hogy hol vagyok én? Hol járok? De nem is lehet a vízen járni, főleg, hogy ekkora hullámok között, vihar van. Ugye, tehát elkezdte ezeket mérlegelni, és azonnal elkezdett süllyedni. Mert már nem Jézusra nézett, és nem ez volt neki. Ez pedig mennyire egyszerű, nem? Ha Jézus azt mondja, hogy jöjj, ha Jézus parancsol, akkor az úgy van, nem? Tehát ő bármit megtehet.
tényleg így fordulunk mi hozzá, hogy ő bármit megtehet. Vagy így szépen végig gondoljuk, hogy nem, ez azért nem lehet, az meg azért nem lehet, ezt inkább nem is kérem, mert ez annyira lehetetlen. Igen, tehát ilyenek vagyunk mi sokszor, hogy ezekben leszünk felnőtteké, hogy igen, mi azt azért már tudjuk, hogy mi hogyan működik, holott, hát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mekkora az Isten hatalma, az Isten szeretete irántunk, és hogy mi mindent tehetne akkor, hogyha mi ilyen gyermeki bizalommal fordulnánk hozzá. És mekkora sokaságot tudna ma is jól lakatni, most átvitt értelemben is, mert azért gondoljuk csak meg, hogy nekünk is az lenne a feladatunk, hogy tápláljuk a népet. Mármint, hogy az evangéliummal, hogy hirdessük. És ilyenkor mi mindig mit gondolunk, hogy mi ugyan hányan vagyunk itt? Nem? Mondhatnánk, ó, hát ez nevetséges. Nem, mi? Mármint, hogy ezt kéri Jézus, hogy menjetek el, és mindenkinek hirdessétek, és hogy majd ezek fogják meghalni és megtérni, hát ez lehetetlen. És ha nem így állnánk hozzá, hanem úgy, ahogyan megint csak ismételni a tanítványok pünkösd után, amikor már igen, ők is gyermekivé váltak, és nem ez volt bennük, hogy ó, hát ez lehetetlen, hanem az, hogy hát ha ő mondta, akkor mondjuk. Biztos, hogy azért Péter is meglepődött az 5000 emberen, nem? Hogy ennyien megtértek. De ő kész volt akkor már arra, hogy ami látszólag emberileg lehetetlen, ő egy halászember, nem teológus, nem tud beszélni, most prédikáljon, ott a sokaság előtt. Hát nem is szokott hozzá ilyen beszédhez. És prédikált. Benne van a Bibliában is, hogy mit prédikált, nem volt valami különleges beszéd az, amit elmondott Péter, ugye? Elmondta, amit tudott az igéből, elmondta a Szentlélek ereje által, és megtért 5000 ember. 3000 ember. Utána volt az 5000. Tehát gondoljuk csak meg, hogy emberek mire térnek meg. Arra, amikor mi jól kigondoljuk a terveket, hogy most itt, és talán ezeket meghívnánk, és ezeknek elmondjuk, és akkor ugye bízunk benne, hogy talán lesz közöttük, aki elfogadja. Ezek a mi emberi terveink. De az Istenre hagyatkozás, a gyermeki Istenre hagyatkozás az egészen más eredményeket hoz. Hadd olvassak még néhány idézetet. Tanácsok a gyülekezetnek című könyvből. Ha olyan egyszerűséggel jönnénk Krisztushoz, mint a gyermek földi szüleihez, és kérnénk tőle azokat a dolgokat, amelyeket megígért, és hinnénk, hogy megkapjuk, akkor elnyernénk azokat. Isten nagy dolgokat cselekszik értünk, ha hitáltal szaván fogjuk őt. Tehát, hogyha ezt nem tesszük, akkor nem fogja megtenni azokat a nagy dolgokat Isten. De ha tesszük, mondja, ha olyan egyszerűséggel jövünk Krisztushoz, mint a gyermek földi szüleihez, és ha kérjük tőle azokat a dolgokat, amiket megígért, és hinnénk, hogy megkapjuk, akkor eljönnénk. Még kiemelnék további idézetekből is néhány ilyen sort, és utána megnézzük, hogy ténylegesen mik azok a gyermeki tulajdonságok, amelyeknek meg kell lenniük bennünk. Ezt mondja a Nagy Orvos Lábnyilván című könyv. Isten nem vagyonuk, műveltségük vagy társadalmi rangjuk szerint értékeli az embereket, hanem indítékaik tisztasága és jellemük szépsége szerint. Azt nézi, hogy lelkéből mennyi van bennük, és életük mennyiben tükrözi az övét. Gyermeki alázatosság, őszinte hit és tiszta szeretet a nagyság feltétele Isten országában. A gyermeki alázatosság, őszinte hit és tiszta szeretet. Ezeket veszíti el az ember sajnos, ahogyan felnő, és ezeket szeretné Krisztus munkálni a mi életünkben. Ahhoz, hogy nagyok lehessünk Isten országában, kisgyermekké kell lennünk. Az alázat, odaadó hit és szeretet tisztasága által. El kell pusztulni a büszkeségnek. Le kell győzni minden gyanakó féltékenységet.
le kell mondanunk a nagyra vágyásról. És erősítenünk kell magunkban a szerénységet és gyermeki bizalmat. Tehát mindezek alapján akkor hogyan összegezhetnénk, hogy mik azok a gyermeki tulajdonságok, amelyekről Jézus is beszélt, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem mehettek be a mennyek országába. Tehát a gyermeki hit, gyermeki bizalom, hogy Isten mindent megtehet, és úgy jövök hozzá, mint aki bízom benne, hogy ő az én szerető mennyei atyám. Tehát ez a gyermeki bizalom az, amit vissza kell, hogy szerezzünk, hogy vissza kell, hogy kapjunk. Azután a nyíltság, őszintesség, közvetlenség. Ugye ez is a gyermekeknek a sajátja, ami úgy, hogy megnézzük, hogy kivel állunk szóba. Egy gyerek, amely beszólítja, megkérdezi, mit csinálsz? Téged hogy hívnak? Te? Legalábbis az én unokám ezt teszi, még a húzomra nyakamba a fejemet, hogy kiket szólít le és miért, most is a forrásnál voltunk, leült ott egy fiatalember, ő meg mellé telepedett és elkezdett beszélgetni vele. Neked van gyereked? Isten mit is szól most? Isten tulajdonképpen jó kultatívod, de még arról is elbeszélgettek, hogy én meg narancslét, nem kérsz? Rögtön felkínálta neki. Tudod, ez nagyon egészséges. Fiatal, ez is egészséges. Igen, de a bociteiből van. Na, akkor folytatod a tovább, hogy merre járt, milyen madárgyűjtésen is voltunk. Azt mondja, fiatal, ő is volt. Már volt közös téma. Na, tehát egy őszinte és nyílt beszélgetés. Mi ugye tartózkodóknak vagyunk, mert hát most egy idegennel csak úgy leállni, beszélgetni is mindenről. És azért látjuk, hogy mennyire tulajdonképpen várnak az emberek arra, nem? Hogy ilyen közvetlenül szólítsák meg őket. Nem sértődnek meg tőle. Hiszen lehet, hogy egy felnőtt tenni, akkor már egy kicsit más lenne. Azután igen, az egyszerűség. Hogy mi mindent túl bonyolítunk. Hogy láttuk a kisgyereknél is, aki hozta az öt kenyerét. Tehát mi egy kicsit komplikáltabbnak tartjuk az életet, mint a gyerekek. Őnek minden egyszerű. Hogy ha ez így van, akkor így van. Hogyha a Biblia ezt mondja, akkor ezt mondja. Lányom kicsi volt, és valamiről szó volt, valahova elmennénk, és mondtam, hogy hát én azért félnék ott éjszakán, tehát bizonyos helyről hoz. Szóval én félnék. A kislányom, hát akkor már azt hiszem, hogy igen, talán tudott írni. Hozott nekem egy saját kézzel írt biblia idézetet, és oda nyújtotta elém. Az volt rajta, hogy Istenben bízom, nem félek, mit áthat nékem ember. Hát én rögtön így lombozottam, hogy hát most én elárultam magam, hogy én meg félek. Igen, hát persze ugye próbáltam magyarázni neki, hogy azért vannak rossz emberek is ebben a világban. Igen, hát sok mindenről nyilván a gyerek minden tud, de igen, ez az egyszerűség, hogy ha a Biblia ezt mondja, akkor neked pedig miért kell félni, hogyha az Istenben bízol. Azután az engedelmesség. Hát ugye ez az, ami most már még a gyerekeknek se annyira sajátjuk, de hát azért régebben nem így volt. Természetes volt, hogy a gyerek engedelmeskedik a szülőknek. Tehát hogyha mi az Isten gyermekei vagyunk, akkor ez egy természetes dolog kellene, hogy legyen, nem? Hogy akkor azt tesszük, amit ő kér. Neki akarunk engedelmeskedni elsősorban, nem önfejűen saját utunkat járjuk, a saját elképzeléseinket követjük, vagy netán más emberekre nézünk, hogy ők mit szeretnének, hanem amit Isten kér, az a helyes. Hogy itt is utalnék az apostolokra, akik eljutottak idáig, szintén pünkösd után, ugye, amikor megtiltották nekik a felnőttek, tehát a nagyok, a vezetők, hogy nem megtiltottuk nektek, ugye,
hogy megfenyegették őket, hogy ebben a népben többé ne szóljatok, nem megmondtuk? És akkor mit válaszoltak erre? Úgyhogy tehát nem tehetjük. Nem tehetjük, hogy ne szóljunk. Tehát ugye ők is eljutottak erre, hogy igen, ezt mondják az emberek, hogy nem tehetjük, na de Krisztus mást mondott. És a mi mennyei atyánk is mást mondott. És mi őt követjük. Tehát ezt is át kell gondolnunk, hogy megvan-e bennünk a gyermeki engedelmesség, nem emberek felé, nem egy tekintélytiszteletből, vagy félelemből, hanem szeretetből a mennyei atyánk iránt. Megvan ez az engedelmesség. És tudjuk ezt mondani, hogy bárki bármit mást mond, én akkor se azt teszem, mert nekem Isten ezt mondta. És ez a fontosabb. Én neki fogok engedelmeskedni, és nem embereknek. Ugye ezt mondták az apostolok is, hogy ítéljétek meg ti magatok. Hogy akkor most melyik az előbbre való. Istennek kell inkább engedelmeskedni, vagy az embereknek. Igen, tehát erre a gyermeki egyszerűségre és engedelmességre kell eljutnunk, és végül pedig még egy mondatot idéznék a Igazságtétel 4. kötetéből. A gyermeki hit nyugalmat hoz a léleknek. Ez a hit szeretetből fáradozik, és mindig szívén viseli az embereket. Ha Krisztus szelleme lelkülete él bennünk, akkor Krisztushoz hasonlók lesznek, és Krisztus cselekedeteit cselekszik. Tehát a gyermeki hit nyugalmat hoz a léleknek. Mert mit is jelent még a gyermeki hit? A teljes ráhagyatkozás, nem? Jó helyen vagyok. Egy kicsi gyermek, ha bármi történik körülötte, ha háborúban vagy akárhol, az anyja ölében biztonságban érzi magát, pedig egy földi anya nem mindenható. De a mi mennyei atyánk, igen. És éppen ezért a gyermeki hit a biztonságot jelenti. Nyugalmat hoz a mi lelkünknek. És erre törekedjünk, és segítsen az Úr bennünket, hogy igen, tudjuk mindig ezt, hogy miben szükséges felnőnünk, ugye, miben kell fejlődnünk folyamatosan és fokozatosan, és mi az, amiben viszont gyermekivé kell lennünk újra. Mi az, amiben viszont tanulnunk kell gyermeki ráhagyatkozást, bizalmat, hitet, szeretetet, engedelmességet, alázatot. És ami nélkül, azt mondja Jézus, hogy be sem mehetünk Isten országába. Adja meg Isten mindannyiunknak, hogy ez a fajta gyermeki lelkület jellemezze a mi időket.